nagyon örültem, hogy kijutottam az Európa-bajnokságra. Számomra már ez is egy nagyon nagy élmény volt, hogy kiutazhattam a klubtársaimmal. Két küzdelmet megnyertem, bekerültem az elődöntőbe, és a döntőbe jutásért kaptam ki. Az előző két bunyómnak nagyon örültem, hogy megnyertem. A legelső küzdelmem után egy hatalmas kő esett le a szívemről, mert már ugye ez volt a negyedik EB-m, ami végre sikerült. Előző három a sajnos nem jött össze, nem jött ki úgy, ahogy én ezt szerettem volna. Viszont ez az EB, amikor megnyertem az első küzdelmet, egy nálam sokkal erősebb, magasabb ellenféle szemben sikerült győzelmet aratnom, aminek nagyon örültem. Az első küzdelem a legnehezebb általában, és utána hatalmas kösötlő a szívemről, és sokkal magabiztosabb lettem a további küzdelmeimben. Nagy motiváltsággal álltam fel a következő küzdelmemre, amit szintén sikeresen meg is nyertem. És ezután jött a harmadik küzdelem. Azzal mentem végül a harmadik küzdelemben, aki az egészet megnyerte. Tehát, és úgy gondolom, hogy jól küzdöttem vele, hiszen minden, az összes küzdelmét úgy nyerte meg, hogy mindenkit nagyon megvert. Tehát, és én voltam az egyetlen, aki végig küzdötte vele a teljes küzdőidőt. Engem nem sikerült leütnie, vagy éppen fejrúgást szereznie. És annak én nagyon örültem, hogy végig tudtam vele küzdeni a rendes küzdőidőt. Én kezdtem karatézni. Pontosan nem tudom, hány éves koromban kezdtem a versenyzést, olyan 6-8 éves koromban kezdtem el. És ennek én mindig sikeres versenyző voltam, tehát valamelyik nap összeszámoltam a kupáimat, a aranyérmeimet, felvettem az összeset. Egy 60-70 kupám van otthon, úgyhogy egész végig sikeres voltam, és azért voltam kicsit csalódott az előző EB-ken, mert minden versenyem sikeres volt, és ez az egy, ami nem sikerült soha, és már nagyon dühített, hiszen hosszas edzés előzte meg a felkészülést, tehát két hónapos kemény felkészülés volt, szinte napi két edzés mutatni, és már nagyon vártam az eredményt. Tehát végül, amikor megnyertem az első bajnokságot, azért nagyon megörültem, hogy végre beérett a termés, tehát örültem, hogy elértem egyik célomat. Édesapám mesélte, hogy mikor jött edzést tartani, egyik edzésen megkérdeztem, hogy nem jöhetek el vele. Akkor eljöttem, megtetszett, és úgy folyamatosan elkezdett járni, de ő sose erőtette rám, hogy én ezt csináljam, tehát teljesen magamtól kezdődött ez, és nagyon szeretem csinálni, tehát ez a lényeg. Tehát, hogyha szerintem az akaraterőt és a kitartás eltörpül az, mert hogyha valami szívből és szeretetből csinálsz, úgyhogy én ezt nagyon élvezem. Karate az egy nevelő sportág, tehát nem egy foci meccs, itt nincs csak áramkodás a versenyen, tisztelet van. Van egy dojo etikett, amit mindenkinek be kell tartani, kijön a teremből, bemegy a teremből, köszönnie kell, és egyéb dolgok, amik sorolhatnám hosszasan. Számomra ezek az igazi fontos értékek, és ez nekem nagyon megtetszett benne, hogy fegyelem volt, és maga a sportág is, tehát nem csak karate mozgást végeztem, hanem egyéb gyorsaságfejlesztés, állóképesség, erőnlétfejlesztés, ez nekem nagyon közel áll hozzám, tehát én a mindennapokban is sokat edzek, erősítek, és hát azt is szeretem, hogyha ütök másokat, azt is szeretem, hogyha engem ütnek, úgyhogy nekem ez a sportág, ami én ebben nőttem fel, úgyhogy nem tudom, hogy milyen másnak lenne, hogyha nem az édesapám lenne az edzőm, nem tudom, hogy hát én más edzőnek is ugye járunk külföldre, edzőtáborokba, nemzetközi edzőtáborokba, és én ugyanúgy viselkedek az ő edzésén is, mint más edzésén is, tehát nem érzem azt, hogy én bármiben különböznék a klubtársaimtól az miatt, mert ez az édesapám. Tehát ugyanúgy viselkedik edzésen, betartom a dojo etiketet, tisztelem őt. Az Európa-bajnokság, azért örültünk talán ennyire neki, meg ő is,
mert ez egy ilyen korona volt már a munkájára, hogy ez a sok-sok 14 év munka benne van, és akkor most föl tudta tenni a koronát a munkájára, hogy sikerült az Európa-bajnokságon dobogóra állni. Mindkét fiam karatézik, itt van a második Áron. Mind a kettő 4 éves korában elkezdte már a karatét, és én nem hiszek a tehetségben. Nincs olyan tehetség. Olyan van, hogy szorgalom és kitartás. Tehát a klubunknak a úgymond a szlogenje, ugye az egység erő kitartás, nem véletlenül, mert tehát hiába akármilyen tehetséges valaki, ha nincs kitartás, abba hagyja, feladja egy év, két év, öt év, teljesen mindegy, feladta, akkor nem fog neki jönni meg az eredmény. Az eredményességet természetesen nem csak versenyeredményben lehet mérni, mert egy embernek nagyon fontos lenne, hogy a személyisége is fejlődjön. Ezzel ott azt értem, hogy hiába lesz valaki feketeöves, hogyha egy úgymond rossz ember lesz. Tehát sokkal fontosabb volna az, hogy egy jó ember legyen, mint az, hogy bármilyen bajnok. De mi próbáljuk a klubban ezt a kettőt így szinkronban egymás mellett vinni. A speciális kapcsolat alatt sokszor azt értik, hogy hú, mert milyen jó, mert a te fiad is mennyit foglalkozol vele otthon. Hát meg lehet kérdezni tőle, hogy a 14 év alatt hányszor edzettünk otthon. Ádám, hányszor edzettünk otthon 14 év alatt? Egyszer-kétszer. Nem, tehát nem akartam, tehát én egy percig sem akartam azt, hogy ő azt érezze, hogy ő neki ezt kötelező csinálnia, mert akkor az nem szívből jön. Szeressen járni, szeressen csinálni. Szerintem ez lenne a legfontosabb.